Magyarság és hazaszeretet címmel szervezett teltházas konferenciát a Kecskeméti Önkormányzat Értékmegőrzési Bizottságának egyházügyi munkacsoportja és az Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány a Piarista Gimnázium dísztermében. A konferencia résztvevőit Lévai Jánosné Makai Judit önkormányzati képviselő, az egyházügyi munkacsoport vezetője köszöntötte. A rendezvényen Szemereiné Pataki Klaudia polgármester elmondta, az állam az egyház alappilléreinek lerakása, Szent István intelmeinek üzenete, a ma embere számára a Szent Istváni örökség igazsága, érvényessége, tanulsága, a konferencia fontos témája. Nemzetünk eredete ugyan a történelem ködébe vész, de államunk születésnapja napjának ideje Szent István királyunk áldásos életmunkája révén jól ismert. A magyarság megmaradásának örök emlékműve ez az állam, melyet a történelem viharai megtépáztak, időnként részekre szaggattak ugyan, de melynek alapjai mégis oly erősek, hogy szilárdan állnak ma is. Professzor dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere is részt vett az eseményen, ahol eredetünk felkutatásáról beszélt. Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy itt vagyunk. Ő alakított át a sztepei magyar államot keresztény, frank típusú állammá, és ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat. Ezzel kijelölte a magyarság helyét a világ mindenségbe, és meghatározta a magyar jövőt. Én Szent István érdemét nagyon röviden ebbe látom. És bár nemzetünk eredete a történelmünk ködébe vész, az Árpád-házi királyok DNS-ét pontosan meg lehet határozni. Erről beszélt az Emberi Erőforrások minisztere a Szent István emlékkonferencián. Kásler Miklós hangsúlyozta, hogy a mai tudományos kutatásoknak köszönhetően a Székesfehérváron eltemetett egykori uralkodók, köztük harmadik Béla is beazonosíthatók. Ezáltal pedig a magyarság eredetét is meg lehet határozni.